Szevasztok, harcosok, üdvözlet titeket egy újabb videóban itt Írországból. A mai nap el fogunk látogatni a Jameson gyárba, ami ha jól tudom, itt van kor. Itt van egyáltalán? Itt van, igen, itt van. Várjátok. Na, szóval tényleg jó nevet kívánok mindenkinek, szevasztok srácok! A mai nap, jól mondtam, nem tudom hallottátok-e, de a Jamesonnak a gyárjában megyünk, ami nem korban van, te tudatlan ifjú. Hát, ezt nem hiszem el. Hanem... Megtippelhetem, hol van? Na, tippelj meg, hogy hol van akkor. Middletonban. Igen, Middletonban van, úgyhogy oda fogunk menni, itt van már a party busz, úgyhogy indulunk! Meg is érkeztünk a gyárba, viszont lekéstük a turnust, úgyhogy majd a 4 órásra fogunk menni. Amit tudni kell erről a gyárról, hogy a világ összes Jameson whiskyt azt így gyártják. Tehát hogy egyetlen egy gyár van, és az itt van. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi újat tudnak mutatni a tegnapi előadás után, de azt mondják, hogy még bőven sokat, úgyhogy addig elütjük az időt, meg fel kell töltenem a videómat, mert már itt vagyok 4 napja, és már kész van 2 videó, de internet még nem volt feltölteni, úgyhogy keresünk. Na ismét végigmentünk egy Jameson-féle történelem órán, végigvezettek minket, hogy itt a, mikor átköltözött ide a Jameson, hogy mik is voltak, szóval nagyon szép volt. És mikor született James Jameson? 1705-30-20 valahol körül, nem? 27 mondjuk? 38. Igen, nem vagy. És most pedig lesz egy sör, illetve whisky kóstoló, ugyanis 4 hónappal ezelőtt a Jameson, thank you. Szóval 4 hónapja vett a Jameson egy sörfőzdét, ami a 8 Degrees névre hallgat. Tehát ez a neve, igen. És most ezt fogjuk összekóstolgatni whiskykkel. It is going to be a little bit bitter as well, but that's the way it is supposed to be. Having a little bit of that bitterness coming in, you're going to have little chocolate, hoppy notes as well. Cask meat starch flavors really complement each other. And after you use cask meat starch, it's an IPA edition. Na, hát megvolt a sör whisky kóstoló, nagyon-nagyon finomakat iszogattunk, és most, ha minden igaz, menjünk be Cork városába, bár kicsit már besötíthet, úgyhogy ez még nem tudom, hogy mennyire fog összejönni, de a következő vágóképben megtudjátok. Na hát srácok, második nap van, vagy hát a vlog második napja, ugyanis tegnap már nem igazán csináltunk semmit, elnézést, de nagyon hajam, úgyhogy inkább biztos veszem. Úgyhogy tegnap már nem csináltunk semmit, csak ettünk egy nagyon finom fish and chipset, ami tényleg legendásan jó volt, mert nem volt zsíros se, nem volt óriási bundája se, úgyhogy ilyen volt. Most viszont bejöttünk Ballycuttonbe, az óceán partra, és le akarunk majd menni a sziklákhoz. És ami nagyon durva, hogy figyeljetek már milyen, ez egy fű. Olyan, mint egy trambulin. És ez csak fű. Ez egy spektra úgy néz ki, mint mondjuk egy trónokharcás. Ez a perces helyszín. A köd elvileg mindjárt felszáll, menjünk le a partra szerint. Viszont körülbelül egy 20 perc múlva felszáll a köt, úgyhogy addig elmegyünk enni-inni. Na bejöttünk egy bárba, és ebbe a kis városban vagyunk, senki nincs, teljesen kihalt az egész. Úgyhogy meg is lepődött a kedves öreg úr, mert szerintem az egész havi forgalma az most mi vagyunk. És le fogunk ide csücsenni. Igazából egy nagyon hangulatos kis bár, olyan, mint egy vonat. És gyors, feltöltjük a videót is. Biztos van wifi, nem? Ez egy tipikus olyan hely, ahol van. Meg is vágjuk a következőt. Reméljük, hogy erősen bele tudjuk gyömöszölni a konnektorba a
az európai töltő. Na, és megebédeltünk, nagyon-nagyon finomat ettünk, egy hamburgert, amit képzeljétek el, senki nem tudott megenni, és tényleg akkor adag volt, hogy kicsit ilyen májgombóc leves íze volt, de se baj, amúgy tényleg finom volt, csak nagy adag. És most pedig megérkeztünk Kobnak a városába, ami elvileg arról a három színes épületről nevezetes, és a templomról, ami itt van pontosan előttem. Valóban nagyon szép. Amit még Kobról tudni kell, vagyis azt nem tudom, hogy Kobhoz tartozik-e, de ott a túloldalt van egy börtönsziget, ahova megpróbálunk belopózkodni drónnal, nem tudom, hogy kisebb vagy nagyobb sikerrel, de amúgy tényleg nagyon-nagyon szép. Hát persze, nyilván most kezd el. Figyelj erre, most nem fognak számítani. Zozo, most mondd meg nekem, hogy ez milyen templom. Nagy, magas, okay. Szép. Barni, milyen templom? Gót. Nem. Katolikus. Na, most viszont megyünk haza, mert mennünk kell haza. Úgyhogy ez egy háromnapi vlog lesz, még lehet, hogy máról jelentkezünk, de ha nem, akkor holnap, Tali. Na és már másnap is van, srácok. Tegnap már nem videóztunk, mert annyira nem voltunk kameraképes állapotban, mert fáradtak voltunk, és az este végén egy ilyen búcsúpartit tartottunk, ami nagyon remekül sikerült, sörpongoztunk meg, volt egy nagyon-nagyon vicces kihívás. Az volt a lényeg, hogy a konyha asztalra raktunk vagy 10 poharat, és volt egy pingponglabdánk, és debelve bele kellett dobni valakinek, körülbelül fél órán keresztül próbálkoztunk, még én végül beledobtam, és ezért az volt a jutalmam, hogy 3-4 órán keresztül mindenki a csicskám volt, ez nagyon csúnya szó, de mindenki engedelmeskedett a parancsomnak, és hát nagyon vicces videók születtek, nem tudom, hogy ebből most vágjunk be egy-kettőt. Most viszont már itt van a buszunk, ugyanis teljesen kiürítettük a szállást, és hát sajnos indulunk is haza, de előtte én még akarok egyet változni. Na, akkor menjünk. Na és meg is jöttünk már az állomásra, a vonatállomásra. Nézd meg, hogy lehet valaki ennyire snob? Mutogatja fel a mai videót, te retek! Mutogatja a laptopját! Te geny! Úristen! Hossz szóval... kártyát, te cselén! Szóval megjöttünk. Köszönjük! Ennyi, ez az ebéd. Szóval megjöttünk, és szállunk fel a hiper-szuper vonatra, és további vágóképek következnek. Jó nagyot kívánok mindenkinek, beesteredett, és szerintem ez egy remek alkalom arra, hogy lezárjuk ezt a mai videónkat. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ebbe a videó sorozatba, és extra köszönet a Postforennek, illetve a Jameson Hungrynek, hogy lehetővé tette nekünk ezt az utat. Én kimerem jelenteni, hogy egy felejthetetlen élmény volt, egy életre szóló kaland. Amúgy tényleg nagyon jókat bulisztunk, nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy remélem, hogy ez átjött videóba. Hogyha tetszett, akkor dobra egy lájkot, és ha még nem vagy, iratkozz fel. Én Beli voltam, szevattok! We'll be right back.